Hello, szia néző, szerbusz, fantasztikus és gyönyörű szép hetet mindenkinek, hétkezdő nap van, hétfő, pörgetjük a votot, megpróbálunk nekiesni a rohammódnak, ami ugye gyakorlatilag csak arról fog szólni, hogy az aranyligába feljussunk, vagy az aranyszintre, nem tudom, ligának hívják ezt, nem is tudom, mindegy, szezon, divízió az, aranydivízió. Feljussunk, és gyakorlatilag ugye a 114 SP2-t ugye meg tudjuk majd venni, úgyhogy ez a cél, meglátjuk, hogy hogy fog menni. Nem tudom, hogy mennyi idő lesz ez, úgyhogy hát türelmesnek kell lenni nagy valószínűséggel, remélem, hogy sikerül, aztán majd meglátjuk, időnk az még van bőven, úgyhogy meglátjuk, hogy mennyi idő kell hozzá, mert fogalmam sincs. A japán ág pedig, hogyha valaki esetleg arra kíváncsi, mikor lesz folytatva, lesz az is folytatva, csak nem tudom mikor. Úgyhogy nagyjából ez a szituáció. Természetesen délután lesz másik stream is, természetesen War Thunder lesz, úgyhogy nagyjából ez a hét ez erről is fog szólni, meg úgy valószínűleg az elmúlt idő szakba is majd így fog kinézni a tartalom, mert nem nagyon van másra érdeklődés, úgyhogy szerintem ezek lesznek majd. Úgyhogy meglátjuk, hogy hogyan fogunk haladni. A lényeg, hogy votozunk ma, illetve a másik még, amit akartam mondani, és elvileg lesz, az majd, hogyha szóltok nekem, arra nagyon, annak nagyon örülnék gyakorlatilag. 3 órától elvileg lesz a drop újra, úgyhogy, és elvileg itt is, nem tudom, én úgy láttam. Úgyhogy, ha szóltok 3-kor, akkor megnézzük, hogy ne felejtsük el, jó? Hogy van-e drop, vagy nincs. Elvileg lehet szerezni ez a francia-német barátságos mérkőzésből szerzett dolgokat. Egyébként küldik is vannak benne, most látom, bár az, ahogy elnézem, random match. Ja, hát ezt nem fogok most nagyon randomozni. Lehet egy-két matricát szerezni, egy-két pótkaját, meg ilyeneket. Nem nagy dolog, de ingyen van, úgyhogy elvileg lesz 3-tól drop. Mindegy, itt hagyom, és akkor itt talán nem felejtem el a dolgokat. Na! Amondó vagyok, benyomom a klános boostot. Hát, ha jönnek föl az emberek, és akkor nyomják még a farmot. Plusz magamnak is legalább jön a lóvé egy picit. Szóval bronzba vagyunk benne. Meglátjuk, haladjuk. Egy gyilkossiga, tenge, hello, szavaztok. Mert Type 71-jel jön be. Végül is talán annyira nem szar. Opció. Na megpróbálok kimenni az oldalsó részre. 3 tank középen. 2 med. Aha, 1 med. Természetesen el fog lőni, figyeld meg. Úgy, bazd meg, itt is van még valaki. Ez gond. 4 meddel jöttek be. Négy meddel jöttek be. Ez kurva kellemetlen, hogy nekem meg supportom nem lesz.
Aha. Menet közbe, bazd meg. Hagyjuk már. Őszintén nem értem, hogy miért nincs support semmilyen formába. De mindegy, elszorom, csak nyerünk. Aha, persze. Hagyjuk már, bazd. Hagyjuk már, mert agyérgörcsöt kapok már most, geci, az elején, hogy minden egyes lövést az menet közben eltalál, kigyújt, izé, hagyjuk már ezt. Hagyjuk már, hányszor szokott égni az STB, egyszer se. Természetesen, hát, na, és akkor nagyjából ennyi volt a support, semmi. De valószínűleg nyerünk, hál' Isten. De egyébként látjátok, tehát nekünk is volt három medünk, egy se fókuszált oda. Ez a gyerek figyel csak oda ezzel az objektre. A végén, mikor itt járt, azt ennyi. Senki nem volt hajlandó megfordulni, segíteni, kinézni itt oldalt, vagy bármi egyéb. Tehát még most se hajlandók megfordulni. Egyébként. Még simán elbukhatjuk. Az a 430-cú az egy undorító tank, az is egy tipikusan olyan tank, ha én ülök benne, sose pattint. De ha enemiként van, akkor minden szögből pattint, az eleje, oldala, mindene. Az egy undorító egy tank ilyen szempontból. Ha én ülök benne, akkor végig beüti mindenki. Hát ott... Tudtam, hogy a Type le fog pattani az elejéről, az alvázról. Na, ez egy jó kezdés volt. Ha mindegy, valamennyit csak kapunk pontot, tehát most így, ha nem is volt eredményes a meccs, de nyertünk, szóval veszíteni nem vesztünk pontot. Plusz 16 is, plusz 16 pont, nem? Tehát, hogy így meg lehet csinálni napi küldiket egyébként itt bent. Ez tök jó. Na mindegy, maradjunk annyiba, hogy ez egy maximálisan szopókör volt. Itt meg kell jegyezni, hogy most már oldalról is ugye föl tudnak jönni a dodombra. Óvatosan kell majd. Az akkor jó az a pozíció, a csapatból mennek ide. Szintén a szélére ugye, és akkor nem tudnak úgy feljönni. Egyelőre maradunk itt. Egyelőre úgy néz ki, hogy mennek. Ez fasza lesz akkor úgy. Bár nem túl sokan. De akkor ki lehetne használni a felső részt. Ki is kell neki használni. Ó, bazzony, te már itt vagy fönn. Mindenki itt van tőlük. Ez lement. De ott vagy AMX, akkor a faszért nem fedezel. Gyerek az, én úgy láttam, hogy lement. Na most tárasz ki rá, haver. Hát... Ja.
Hogy jönnek föl ilyen lazán erre a részre? Ránk fel tudnak jönni, de mi, hol a csapat többi része? Á, geci. Nem értem, a heavy-k, akik lent voltak, a lenti részen, azok mit csinálnak? Á, meg fogok halni. Most nem, wow. Szóval ott lent mit csinál a sok heavy? Meg a többi, aki alapból lent volt. Hú, geci. Mármint, hogy ez most így... Hú, de nagyon nem jó. Majdnem megmurdáltam. Por favor. Stop your advance. Nincs Gundep? Áj, nincs Gundep! Kurva élet! És még van egy full HP és 277. Á, de egy fasz vagyok, izé AMX, bazd meg. Ez engem akar majd amúgy. Engem akart volna. Hú, ez a több helyről fel tudunk jönni szisztéma, ez mostan nekem nagyon furcsa, mert mindig mindenhol csak fönn volt mindenki. Ezt nagyon meg kell szoknom ezen a pályán itt, hogy ezt így megvariálták, mert régen nem lehetett feljönni. Legalábbis sose jöttek föl régen. CNR, hello! Aha. A legtöbb pontot kaptam. És ez csak 30 pontot ért. Aha. Jó. Oké. Legyen. Lássuk. Megint nagyon erőltetik azt az oda menetelt. Eddig nem jött be soha. Főleg úgy, hogyha középre nem jött senki tőlünk. Tehát mindenki oda ment és csak így néztek ki a fejükből. Az nem baj, hogy megy oda ember, csak nem mindenki. Kussoljatok már el! Annyira imádom, hogy okoskodik mindegyik hátulról, bazzony. Most lehetne lőni, TD. Ja, hogy nem? Oké. Okay. Akkor ne lőj, TD. Ennyi volt a látható, fölmegyünk oldalra. És hova, öcsém? Hova? Hova menjek vissza most már?
Mondd meg nekem a lássam. Ombre. Szar STR-vét hozott be, bazd meg, semmi értelme ide erre a pályára. Az a baj, hogy spotot kapok oldalról ugyanúgy. De 60 TP nem látja ott a csávót. 2 méterre. És közben még onnan is figyelnek. Lőnöm ezt a szart, mert csak zavar. Ne? Emlékeztek rá, mit mondok? Ezért nincs értelme egyébként idejönni. Semmi az ég egyet a világon. GG haver, tehát ott állsz bazdmeg és még arra se lősz. Nagyjából, aki ott van előtted. De semmi gond. Jó, jó ötlet volt TD-t hozni. Na, egyébként ezért nincs értelme oda menni szerintem. Értem én, hogy miért kell oda menni, vagy miért gondolják azt, hogy oda kell menni, mert ha ide jön mindenki, ugye akkor innen, meg innen ugye oldalba lövöldezik őket, viszont be lehet úgy beállni olyan pozikba, hogy innen, meg innen se lőnek rád, és beállsz foglalni, és simán be lehet keppelni. Tudom, hogy nem jár érte sok pont, meg dolgok, de ha ezt csinálja a zenemi, hogy mindenki ide jön, akkor kurva egyszerű megnyerni. Az, hogyha elmegy oda három ember, és nem tud mit csinálni a másik hárommal, mert gyakorlatilag ott is csak három ember volt, akkor történik ez. Tőlünk középen meg természetesen ketten voltunk, egy TD állt hátul, aki semmire nem megy, és így ennyi. Tehát ha mindenki oda megy tőlük, akkor arra lehet reagálni középről. Viszont ha a fél csapat elmegy oda, és nem bírja megölni az ugyanannyi enemit, akkor bukó. Ezért nincs értelme oda menni. Eddig soha nem nyertünk úgy, hogyha ment oda bárki is. Úgy nyertünk már többször is, hogy nem ment oda senki. Egyszerű, csak be kell foglalni. Tehát most hülye hangzik, de tényleg be kell foglalni. Be lehet, két ember beáll egy olyan pozícióba, hogy onnan abból az irányban ne tudják lőni, a többiek megfedezik. És ennyi. Vagy akár három is, hogyha úgy alakul, és akkor a többi megfedezi. És kész, és pikpak befoglalnak. Ennyiből áll a meccs, de soha nem, mindig erőltetik azt az oldalsó pozíciót, mindig. Az maximum akkor működhet, ténylegesen, ha az enemitől nem megy oda senki. Akkor ott föl tudsz venni bombázást, meg esetleg tudsz lőni befele középre, de ha azt csinálják azt a taktikát, ami beválik, mármint hogy befoglalásos, akkor esélyed nincs sajnos megoldani. Ahhoz be kell rohanni, és ha nem egyszerre rohantok be, és nincsenek páncélozott tankok, akkor esély nincs berohanni a foglalóhoz. Egyszer vertek minket meg úgy, hogy nekik páncélozottabb tankok voltak, hogy oda ment mindenki, mi elkezdtünk foglalni, védekezni, viszont ők ész nélkül mentek be a páncélozott tankok, rohantak be. Mind a két oldalt egyszerre. Tehát külön-külön, de ugye, hogy egy ütembe. És gyakorlatilag nem lehetett őket megfogni. Egyszer volt rá példa. De amúgy be lehet foglalni és meg lehet nyerni. Csak hát, nem tudom. Ez a Sinéter meta pozíció, amit látott egyszer egy videóba. Ez így is van, csak nem a meccs elején meta pozíció. Nem egyből. Ahhoz nagyon nagy szerencsének kell lennie, hogy egyből meta pozíció legyen abból ott. Hogy ne menjenek rád 500-an egyből ott az elején. Itt is most vagyunk négyen, gyakorlatilag be kell rohanni mögéjük. Azon nyomban. Szóval ennyi a lényeg ennek a pályának. Szia Bence! Simán meg lehet nyerni, akkor. Vagy többiek még nem voltak spoton. Most már nagyjából voltak spoton. Már kapjuk is a bombázást. Ez egy rossz tevés volt. Nem tudom, a többi jó izémet hova lett.
Hova lett a többi medünk, aki még itt volt? Az a baj, hogy most crossfire lesz, masszívan crossfire lesz. Nem, nincs támadás. Vágod? Hát most... A heavy-k nem reagálják le azt, hogy megforgattuk a mouse-t meg a többit. Nincs gondolom. Hát ez szopó. Ez very szopó. Persze, megint én kapom a bombázást. Nem jönnek a heavy-k. Persze, és bemegy fedezékbe. Nem baj, így viszont tudjuk a pozíciót, úgyhogy ez jó lehet. Hogy te itt maradtál. Azt hittem tovább ment. Megint bombázás. Ó, hagyjad már magad! És nem dobok akkorát, geci. Nem dobok akkorát. Persze, hogy nem dobok akkorát. Meg lepattanok az elejéről, persze. Persze, hogy nem dobok akkorát. És elbukták a heavy aspect. Egyszerűen ez nem igaz. Tehát, hogy elkezdtünk hátba jönni, és nem reagálták le. A heavy. Nem reagálták le. És a másik két ember, mert az AMX-en mi bejöttünk ide, de hogy a másik két met, hogy mit csinált, azt nem. Ha jól értelmezem, akkor azok meg innen mentek be. Vagy nem tudom, az egyik innen próbált meg bejönni oldalról. Ahol a... Tehát, hogy innen. Vagy nem tudom, de hogy annak úgy semmi értelme nem volt. Tehát egyszerűen azt kellett volna csinálni, hogy a másik kettőnek innen kellett volna jönni. Jó, hát ez GG. Szia. Hát ez very szopó volt, pedig ez teljesen működőképes lett volna, csak az a baj, hogy ránk meg megfordultak. Minusz 20 pont, értem. Uh-huh. Értem, oké. Okay. Tehát ők ketten több pontot kaptak, értem. Oké, okay. Persze, hát egyértelmű. Aki végig segbe volt és lőtte őket. Uh-huh. Aha, az STB az volt a gyenge láncem. Csóri gyerek, a Minotauró se tett nagyon hozzá, pedig ő ott volt elől szembe. Most mit lehet csinálni? Én meg nem tudtam a csét megölni, természetesen. Nem azon múlt itt a vége. Ott már mindegy volt. Minusz vagy plusz egy kill lett volna, de hogy így... Az is látszik azon, hogy gyakorlatilag az ember eltalálja, és természetesen lepattam majd utána megint kijátsza, hogy tudjon egyet lőni. És természetesen keveset dob. Ott maradt 10 HP-n vagy mennyin. 360-as alfám van. Nem tudtam egy 400-as dobni. Lassi spot. De miért van az, hogy papírtankról lepattanak? Egy szokó,
És simán fölmegy a gyerek. Egy heavy simán fölmegy, bazd meg. Nem veszitek föl a bombázást? Nehogy fölvedd a bombázást, még véletlenül se vedd fel a bombázást a vel. Bazd meg, az lát. Fölvenni a bombázást erről az oldalról. Hogy te most arról az oldalról jössz? Hogy ez kettő. Fogok még egy lövést. Természetesen fogok kapni még egy lövést. És nézzek, leég az összes tankunk, bazd meg. Degecen született az összes, és ennyi volt, buktuk ezt is. Nem tudok ránézni, nem, nincs annyi gándepem. Mert oldalra nincs annyi gándep, ugye? Simán elő. Hát az a baj, a másik AMX meg itt fog jönni. Hát ott simán átjön izéval, full HP-val. Még mindig nem értem azt, hogy miért kell 3-4-en erre kerülni. Tehát, hogy így a bombázást felvette volna a TVP, miközben ment föl a csávó, ugye mentek föl, én akkor tudtam lőni, plusz ő is tudta lőni, közben felvette volna, mert biztos, hogy nem lőtte volna a Jóska gyereket, mert engem lőtt a csávó fönn, mi volt az a BZ. Többiek meg alapból kijöttek ide, de hogy minek? Víznek. Így van, menst ki. Ott a jobb lesz, menst ki. Azaz, fuss. Szia Robinától. Sundor, hello. Na, kimentett a következő meccs. Az ember próbál mindent megtenni, de minek? Tök fölösleges. Rájöttem. A csapat alapból nem akar nyerni. Megint akkora kerülőt mennek. De érted, legalább haszna lett volna a kerülőnek, tehát akkor megállás nélkül mentek volna addig, amíg teljes mértékben nem látják a heavy catch-ekbe. De nem, és visszamentünk vastagba. Így, két meccs alatt. Érted? Ha majdnem átmentünk izébe, a bronznál a következő szintre, nem. Így, két meccs, két minuszos meccs, és már vissza vasba. Ennyi. Két balfasz csapat, és hello van. Persze visszaküzdeni nem két meccs lesz. Azért mondom, szerintem ebből nem lesz semmi. Én nem akarok agykárosult lenni. Annyit nem ér az a fosztaligatank egyébként, de ezen gondolkoztam, hogy nekiálljak-e. Higgyétek el, hogy masszívan gondolkodtam rajta. Nem ér ennyit az egész. Pláne úgy, hogy majd legközelebbre jön valami új, és akkor már hamarabb meg lehet megszerezni, nem kell aranyérsökből menni. Nem értem, hogy a csermölén az miért van arany szinten szintén egyébként, pedig az is kurva régi tank. De ja, hát valószínűleg ez is azért, mert 10-es, ugye. Na, és akkor megint a fél banda odament.
Ez az új meta ott. Csak eddig sose jött be. Ettől még meta. Csak sosem működött eddig. Hát a most. Az durva mi, hogy az ő STB-jük hamarabb ideért. Hol volt a haver, aki idejött velem? Jó, hogy elment oldalra. Meg egy csé idejött, oké. Eddig mennyire jött be a meta? Mármint, hogy... Kurvára nem mentek még mindig föl ott. Első, hiszen kettel le tudtunk tolni egy embert. Ez, mondjuk egyébként ezek nem is lőnek. Mármint a STB se lőtt rám. Na, most én vagyok a kiválasztott, figyeld. A vicc egyébként, hogy nagyjából ugyanannyi idő alatt tölt, mint én. Úristen, nyertem. El se hiszem, hogy most először nyertünk, bazd meg. El se hiszem, hogy kettel le tudtunk tolni itt három tankot. Pontosabban kettőt. A progettunk az hátul kempelt, és a többiek le tudták tolni a többieket. El se hiszem, óriási győzelem. Mondjuk ez az STB, ez bot volt szerintem. De gyakorlatilag lőni nem lőtt. Hurrá. El se hiszem. Szerintem ez az első nyertes ezen a pályán meccs. Jól lefókuszálják. Nem tudom, hogy Chills hova itt a HP-ját? Mármint, hogy az mit csinált? Nem tudom, azok a srácok egyébként nem látnának ide be? Vajon? Értem.
van, a heavy-k azok legalább tudják a dolgukat. Engem, érted? Nem a izét. Nem a cheat. Nem, engem. Szia, tipcsi. Ja, még valaki él? Én már megpihentem közben. Hevik szépen lefókuszálták egyesével az embereket bent középen. Jól csinálták. Az ellerúgom. Jó, hát akkor nem megyek ki. Object nem volt állandó úgy kanyarodni. Én nem megyek ki ennek örömére. Problémás ott az a gyerek. Aha. Aha, és kigyújt bazd meg szemből. Sose szokott gyulladni ez a tank, bazd meg, főleg nem szemből. Valaki lejött hátba.
Persze, le kell pattanni, mert hát páncélzat. Jó, fazd, kapom a bombázást. Hát persze, kapom a bombázást. Azon a gyerekem ment el az egész, alapból az elején nem engedett időben, plusz nem tudom, mi a fasznak jött végül oldalra. Mikor az egész csapat bement középre, én is azért gondoltam meg, hogy inkább bejövök középre. Jobb is, hogy nem jöttem ide ki. Ő ki jött. Ezért konkrétan. Na, ennyi TVP-ről még nem pattantam le ebbe a játékba. Mint a mai nap folyamán. Na mennyi? Azt hittem minusz 30 pont. Az igengetsz. Az teljesítmény volt. De még ülötte, vagy nem tudom, ez volt a túloldat, vagy ez volt a túloldat. Meg egész jól szétlőtte ott magát. Igazából a supportert játszotta. Heavyvel. Igazából csak ennyivel volt a probléma. Hát damage-elni, damage-elt csak. Hát neki kellett volna fölvenni a damage-et. Pluszba. Hát itt a végén meg annyi történt, hogy tök jó, hogy ő damage-elt egyedül. Ott oldalt. Csak a végén meg gyakorlatilag egy másodperc alatt eltűnt az összes HP. Jó, nem mint a többieknek nem tűnt volna el középen. De hát ja. Háromkor szóljatok, hogy nézzük meg, hogy van-e drop, jó? Kedves nézők, ne felejtsétek el! Senki nem jött ki. Pici kerülővel fogok jönni.
easy win. Megint már heavy pusholtak, én láttam, hogy nincs senki, körbe mentem, rezeteltem, lőttem, plusz ők nagyon jól áttolták együtt. Ennyi. Nem kell nagyon túl cifrázni egyébként a köröket. Csak határozottnak kell lenni, ez ami sok embernek nem megy egyébként. Nem, tehát nem mernek HP-t fölvenni, mármint damage-et. Sokan nem mernek megindulni, ezáltal, hogy ők kapják egyből a damage-et, ugye. Ez ami nem megy sok embernek. Az elején. De hát ez van. Meg hát ez természetesen kell, hogy a többiek észrevegyék, hogy menjenek bele. Ez van. Ez ami ritka. Hogy az emberek képbe vannak. Tényleg sok értelme volt. Ezért megállni. Na hát behúzódsz, akkor miért nem húzódsz be előbb, haver? Aztán volt értelme. Lassan töltöget. Ó, bazd meg. Hát persze, persze, hogy engem kell lőni. Persze. Persze. Persze, hogy engem kell megint meglőni. Hát valószínűleg ennyi Super Conquerorral. Az a baj, hogy nekem esélyem nincs. Ah, crossfire van, bazd meg. Hogy baszódj meg. Hát így meg nem fogok, nincs ennyi DPM-em. Fölösleges.
tök fölösleges. Három darab Super Conqueror-ok életben maradt. Érted? És nagy a full HP-n, bazzeg. Mert a mieink azok én nem tudom mit csináltak, de szerintem semmit. Főleg ez a gyerek itt oldalt, aki mellettem volt. Nagyon hasznos egy szakasz volt. Igen. Ez ilyen. De gyakorlatilag randomozol hat másik emberrel. Vagy életképesek, vagy nem. Ebből erről szól a dolog. Miért a Csé fészel a hevikkel? Tehát, hogy miért ő van ott? Hol vannak a hevik? Ja, értem. Hát a szopó, bazd meg. Rám fordult a gyerek. Mert azok bazd meg, még csak most mennek rá ott a hátsó TD-re. Hát az... Persze, hogy lepattanak róla. Hát, GG. Értem. Tehát a leopárdot itt előbb megöltük, mint ott fönt az objectet. Értem. Egy, kettő. Beszéljünk, hogy 60 TP-s itt áll, tehát hogy a heavy-eink azok gyakorlatilag végig campeltek úgy, hogy közben itt pusholtak az összes heavy tőlük. Én azt néztem be, hogy itt a TD-t még nem tudták letolni, mármint hogy én azt hittem, hogy a leopárdon kívül már úgy nincs ott senki, és így mondom, be fogunk tudni jönni, ők jönnek innen, én meg innen oldalról, és mögéjük megyünk. Csak hát az object még ott volt hátul. Úgyhogy ez is szopó volt, és a 60 TP meg a többi simán rám tudott fordulni, meg rám jönni, mivel drága látos úriember. Szerintem haver, mennyi fulladj meg. Mindenki jobban jár. Mennyi fulladj meg, gyorsabban vége lesz. Mindenki jobban jár. Mennyi fulladj meg, haver. Van tépés, úgy gondolt, hogy a Super Conqueror a hibás, hát meg ő.
Már tény, hogy kevesen voltunk Heavyk, de hogy így... Az, hogy a medek fészeltek a Heavykkel, az probléma. Hát, hogyha most ő előbb vesz föl némi HP-t, mármint sebzést, ugye, fölvesz, akkor esetlegesen most kevesebb HP lenne itt a többieknek, mert ugye maradt volna valaki még pluszba életbe, és akkor esetleg le lehetett volna hozni. Szia, Komodo! De így, hogy ő végigkempelt hátul, így igazából. Így mindegy is volt. Kíváncsi, hogy mikor lesz valamelyiknek esze itt körbe menni. Ez szerintem egyiknek se lesz. Az objektet várják, hogy jöjjön be innen. Hurrá! Majd most itt a végén ő majd veri a mellét, hogy ő lőtt mondjuk 5000-et. Lág hátul kempelve. Hát sokra megyünk vala. Én is lőhettem volna hátul ülve 5000-et, hogyha nagyon akarok, csak akkor nem nyerünk ugyanúgy. Ez van. Minusz 32 pont. Az igen, Getsz. Nem 5000-et lőtt, 6000-et. GG haver. Ezért megérte hátul kempelni. Na. Ő csak úgy mínusz 25 pontot veszít, gondolom, azért volt így jó. Hasznos jószágok. Jó a buli. Ja, csak sok a köcsök. Pepe King Piton Clown. Az Piton bohóc. Az milyen? Milyen az a Piton bohóc? Hú, de variálnak a fiatalok. És mindenki erre jön oldalra? Pfú, bazd meg! Nem mondom, hogy probléma, csak szerintem kurvára el fogjuk bukni. Így a közepét. Na, tiltve itt Heavy rájött, hogy ő másik ligába játszik. Valamit csinálni kell, mert így nem vagyunk hasznosak. Érted? És engem lő megint, bazd meg. Nézd meg, engem fókuszálnak ki, geci. Ott, engem fókuszálnak ki. De mi a faszért engem fókuszálnak ki, mikor ott volt a másik is? Kurva anyját. Az összes balfasznak.
Na hát ez hasznos kör lesz így. Izé voltam. Damage felvevő kisiparos. Mert az STB ugyanúgy ott volt mellettem, őt nem fókuszálták. Van 300 damage-öm. Kemény. Nézd meg! Nézd meg! Nézd meg! És azon nyomban engem fókuszál neked. Azon nyomban, megint kijövök, bazzeg engem lő. Értem, hogy kire akartok rámenni meg minden, de hogy így... Mikor full HP-n voltam, akkor is én voltam a kill, vagy mi a bánatos húgykő? Gyűjtsetek egy kis pontot, hogy legyen már annyira mínuszos a kör. Szia, kinyi. Hát ez minőségi kör volt. Ekkora fókusz, bazd meg, te jó ég. Hát nem csodálom, hogy kikaptak. Kifókuszáltak, de hogy mi a bánatnak, semmit nem tettem hozzá a meccshez. Ezáltal. Pontosabban, de mert fölvettem damage-et. A full HP-sok elől, akik full HP jöttek ki a meccsből. Ezáltal. De nyertünk, szóval. Ja. Nagyon hasznos kör volt. Mekkora fókusz, bazd meg. 7 tankból azt mondja, 1, 2, 3, 4 engem lőtt fixen, amikor megjelentem. Egy-egy. A win az win. Ezen a pályán itt valami nem kóser. A spottal. Tehát ez is, hogy én már spoton voltam. Sokszor van az, hogy én jövök elől és ott ők spotolódnak. Egyébként. Az úgy nem az igazi. A lightning képessége. De hát még be sincs töltve a képesség. Az elején. Tankképesség induláskor. Már van ilyen képessége. Mikor elindul. És nekem miért nincs képességem induláskor akkor? Teszem hozzá. Nem jó, kellene volna a Super Conqueror is, hogy bejöjjön. Mögéjük, mert így egyedül fókusz kapok az E50-től is, meg a Heavy-től is. Aha, ja, értem. Oké. De én örülnék, hogyha nem nekem kéne heavyznem amúgy.
annak valakinek el kéne vonja a figyelmét a 60 TP-nek. Aha. Az gond. És mindenki lop HP-s. Kivéve a 60 TP-t. Én komolyan mondom, beszarok ezen. Rám lenne írva az, hogy engem fókuszálj. Szóval be van már töltve nekik, igen? És az enyém miért nincs betöltve az elején akkor? Ez hol igazságos? Sehol nincs igazság. Ez egy kurva nagy rágalom. Csak mondom, amúgy. Az nem fair. Akkor mindenkinek betöltött skill-el kéne kezdeni, nem? Micsoda makkos kukac. Had nagy. Lehet, vagy nem tudom, hogy had nagy, gondolom had nagy. Makkos kukac had nagy. És ez hogy van, hogy a bronzosok összekerülnek a kérdőjelesekkel? Mindegy, nincs is több kérdésem. Kevés az ember, kétlem. Mert biztos, hogy az emberek nagyja már agyrákot kapott a játékmódtól. Hát én pontosan oda lőttem pedig. Egyből élettem a kiválasztott, nézzük még a skillt is megkaptam. Hát ez jó hír, hogy nem ment senki a foglalóra tőlünk. És mindenki kurva nagyot kerül, ez egy fasság lesz így. Srácok, ez így kurvára nem jó. Nagyon gyorsan meg kell őket kerülni. Rohadt gyorsan be kell menni. Elkezdtek foglalni, most esett le nekik szerintem. Csak innen megjönni fognak, tehát ez így. Ja, jó, oké. Őszintén nem voltam tisztában azzal, hogy el fog tudni lőni. Egész nyugodtan tolj ki, egész nyugodtan. Ráérünk.
ezt meg lehetne egyébként oldani egy olyan mozdulattal. Gondoltam azt, hogy bemenni oda, de így bacerás. Hát ezt bukjuk. Ezt bukjuk. Ez egy fasság volt ekkora. Tehát a heavy-nek nem kellett volna kerülni. Nekünk elég lett volna kerülni. Szerintem. Tényleg? Stop your advance? Tényleg? Na ne baszd! Tényleg? Na ne baszd! Stop your advance! Mondjuk ha jöttél volna haver te is, akkor be tudtuk volna flankelni. De ahelyett, hogy ott kempelsz hátul full HP-m. Hát igen. De látszul átsak tudja ütni. Szóval amit probléma volt, a heavy-k is jöttek flankelni. Kurva nagy kör, teljesen fölösleges volt nekik, meg kellett volna állni itt vagy itt, valahol hátul letartani, és a medeknek addigra körbe menni, vagy szintén itt maradni, teljesen felesleges mozdulatok voltak. Hát természetesen a kérdőjeles Jóska volt a makkos kukac hadnagy volt a szuperász az udesbe. Ő lehozta. Simán jönnie kellett volna egyébként, akkor még talán nem mertek volna rám jönni így, hogyha ketten vagyunk ott. Na, zsír, GG. Jó volt, tetszett ez a kör is. GG. Majd a kövi jobb lesz. Stupidó, kupidó. Hát remélem ezek variálnak. Super Conqueror, Super Conqueror. Jó, előtt az még elmegy. Estérvének semmi értelme szerintem hátul kempelni. STB teljesen jó így, STB-t nem igazán értem, de mindegy, rámvágen még jobb. Ez így teljesen jó, az STB az fölösleges, de által lesz értelme, hátul kempelve. Még esetleg az a jó, hogy megfogja esetlegesen az innen oldalról bejövőket, mármint hogy így innen, onnan hátulról meg tudja fogni. Tizenöt szint szerinted meg lesz a maraton végére? Meg. Csütörtökig megcsinálod. Csak a napi ötöt meg kell csinálni. Ez óriási nagy probléma, most mindenki ráfordul. Köszönöm fókuszálva a bánat. Kívül van egy ember, ugye?
Bassz meg. Ennyi Super Conqueror nem tud mit kezdeni, bazd meg, az már rég rossz, nem? És megint ők voltak az agresszívak. Mondjuk az oké, okay, az úgy rendben van, hogy ide jöttünk, ide egy ember kellett volna, ugye, aki be is állt, meg plusz még egy, és úgy már sok volt. Tehát négy ember azért az sok ide. És ők meg simán bejöttek itt oldalt, ugye a kis gödörbe. Simán átjöttek, és bejöttek ide huldámba is csókolom. Szóval ez úgy működhetett volna konkrétan, ha ide mellém csak egy, meg max kettő ember jön, és a többiek pedig beállnak ide, és nem álltak be. Ugye én egy embert kértem ide mellém, az jött is. Ugye, hogy crossfire legyen. Jobbak voltak. A másik oldal ilyen szempontból szerintem jobb. Bár a fene se tudja. Nem tudom. Itt nem azzal volt a probléma, hogy melyik oldal jobb, hanem szimplán a két csapat. Nem szerdáig van a maraton? Hát csütörtök reggelig. Aztán fél ötig. Na, vannak droppok? Mert arra senki nem szólt, hogy nézzem meg, hogy vannak-e droppok. Kurvára nincs. Pedig elvileg mindenkinek kéne, hogy legyen drop. 3-tól. Tök jó. Szomorú. Tehát elvileg nincs megadva, hogy most CC-knél meg izen, nem bárkinél. Hát nem tudom, a 14 óra 00 UTC időben az 3 óra itt, nem? Mindegy. Vagy csak elaludtak a Wargaming-nél. Megijedtem a Type-tól, hogy itt Zeller gumó van benne. Szóval meg lehet csinálni, 15 szintet meg lehet csinálni 3 nap alatt, csak 5 szintet meg kell csinálni, teljes 5 szintet meg kell csinálni naponta, és akkor menni fog. A csütörtökkel már ne számolj, mert csütörtök reggelig van, tehát 3 nappal számoljál, meg lehet csinálni. Csak nyomni kell neki. 6-os tankokra rá kell állni, plusz pontokért, aztán hello. Hány ember? 5. Az összes fel volt spotolva, ugye? Ja. Mindenki középen van, jó. Arra leszek kíváncsi, hogy ebbe a módba oda be lehet egyébként. Be lehet látni, de sokra nem megyek. Meg kell menni mögéjük. Nincs senki ugye egybe. Te megláttak. Vagy a domb az nem a miénk. Most ez komoly, hogy a gyerek rám fordul, Getsz. Ez kemény, bazd meg.
a gyerek eljön utánam, vágod? Mert ő ráér eljönni utánam. Mert ő ráér, és ráadásul bazdmeg olyan gyors, hogy simán utolér. Ja, hát 60 tippje az erő híres bazdmeg, gyors, pontos, minden egyes lövésével eltalál. Na, hát ez simán eljön utánam a 60 tippje. Kurva anyját, hogy rohadjon kötti az ilyen bazdmeg. Beléjük csak 600-at sebez. Nem tudom átölni ebbe a szöjtőt, mindegy. Szóval beléjük csak 600-at sebez, belém meg 700. Kurva anyját. Büdös köcsök, hogy eljött, értem. Persze, értem, spoton voltam, reagált rám, de hogy így ennyire eljön utánam. Azért az elég merész. Kör megint. Nyerünk, de nullás kör. Ne? Gondoltam, nagyon jó. Csak menekülésből állt a köröm, bazd meg. Istenem. Egyszer lehetett volna bazd meg flankelni, nem, akkor is egy 60 TP-s simán ráfordul full HP-val, és természetesen menet közben minden egyes lövéssel elő. Na hát ez jó volt, minusz 10, vagy mi az, plusz 14 pont, legjobb ever. Legjobb kör. Szomorú volt most. Legalább nem mínuszos kör, már annak is örülni kell, komolyan mondom. Fú. Ez nagyon nem lesz egyszerű. Ez egy halálszenvedés, ez a játékmód. Tehát akkor van light. Én kiégek, esküszöm, ki fogok égni.
Igen, én hibám volt. Nem dobok akkor át, Gec, hogy meghalljon. Igen, én hibám volt, a Light is meglőtt, a Heavy is meglőtt középről, mindenki meglőtt középről. Én hibám volt az is, hogy meglőttek. Zofot kirették ebből a módból, ja, ki. Hál' Istennek, értelmetlen volt ez a pálya is. Kiszpatolgetsz, tehát hogy így. És ezt nem én szpatoltam ki. Hát akkor ki a búbálatos, úgy közpatolt a kezelszázat, nem én. A csávókám elkezdte venni, jó? Csinálnak a heavy-eink semmit. De vagy azokra se fognak szupportálni. Mm-hmm.
Hirtelen elfelejtett fordulni a tank úgy, ahogy kéne. Mármint, hogy így olyan, mint a... Értem, hogy a vízbe lassabban forog, de hogy így a torony is. Wow. Ez érdekes van. Hát akkor ez a drop is sokat ért egyébként már, mint hogy ki van írva. Nem, mint hogy semmi értelme. Szomorú. Mindig csak az E-ben mocorgunk. Ez kemény. Még kill kell. Nem a legjobb pozícióba spawnoltam. Maximális fókusz. Persze nyugodtan toljál, haver. Nyugodtan tolja. Gyerek lement, ha. Mellé megy. Ó, menjetek a picsába. Bezzeg ilyenkor ki tudjátok lőni. Bezzeg ilyenkor ki tudjátok. Pedig már rákészültem. Fejemre is mászott. Itt már mindenki mászik a fejemre. Ebben a módban is, meg minden módban is. Az a baj, hogy ebben sincs semmi élvezet, ebben a játékmódban. Tehát egy agyérgörcs az egész kb. Majd fizetek Bencének izé, sőt nem is fizetek, örülhet, hogy játszott az akkuntomban, és akkor csinálja meg. Játszott legalább 10-es tankokkal. Ezt kigrindolja nekem az arany szintet.
Menjek segíteni? Nem kell. Úgyse leszünk előrébb. Ketten nyomjuk, ha a másik öt balfasz. Na majd én szépen elmegyek VT-zni, szépen nyugodtan játszok, te meg majd kigránydolod egyedül. Nekem csak a tankot kelljen megvenni, a 114-et, aztán csókolom. Hát ezzel most csak egy a probléma, hogy mindenki itt van tőlünk, viszont kurvára nem lesz ez így jó. Főleg, hogy ez a gyerek is ide állt be. Jó ötlet kijönni. Nem tudom, mit csinálnak a többiek tőlünk, de nagyjából semmit. Tehát ott áll a mező közepén a Having. Nem értem ezt most itt, de mindegy. Érdekes a szitu. És a heavy veszi fel a izékat, a robbantásokat, meg ilyenek a toldalt. Nem hogy lőne, tehát nem hogy ide menne, vagy valami, na most talán. Nem, ő azzal foglalatoskodik, hogy vegye fel a dolgokat. Folyamatos spotba vagyok. Ez tök jó, csak semmire nem vagyok itt jó. Annyi, hogy lehet védekezni. Tudja valaki megvillantani? Nem. Ott van a izé. Ott van egy full HP-s heavy-nk, és gyakorlatilag nem csinál semmit, csak a izére áldogál rá a dolgokra. Tehát a TVP is mit csinál? Egy. Az object meg aztán végképp nem tudom mit csinál. Vagy nincs elég gán, de most ketten kempelnek hátul. Hátba lőnek. Tehát bazd meg, tehát hogy onnan is engem lőnek hátba, ahol ott van egy tankunk. Szilárdhun, hát bazd meg. Aj, geci Szilárdhun, bazd meg, hogy megint egy kibaszott magyar. Másik pöcske szörű, bazd meg. Jó, engedjük el, next.
sose fogunk feljutni aranyszintbe. Ez kb. Lehetetlennek tűnik. Ha csak nem éjjel-nappal grindolod, mint egy hülye tényleg, és így ész nélkül nyomon. Vagy simán rendes csapatba esetleg. Mindig annyira lazán ellövik ezt a tankot, bárhol bazznek cooldownba. Nem jöttek előrébb a izék, a heavy-k. Az óriási probléma, mert ők meg jönnek be előre. Onnantól kezdve bukjuk ezt a pozit. Nézzétek meg, mit csinálnak itt hátul. Tehát, hogy ott áll az összes. Kajak, linkelitek másnak a csatornáját ide? Ne basszatok már ki velem. Értem, de most komolyan belinkelsz másnak a csatornáját így egy az egybe. Hát értem én ezt, azért le lehetett volna írni is, nem? Benge, azért na. Bár tökéletesen jól működik a dolog, úgy látom, mert a végének az oldalán oda volt rakva az összes stream. Mármint úgy volt belinkelve. De mindegy. Konyolják meg. Melyik klikkel rám? Az AMX? Tényleg? Really? Penge, légy szíves! De már gyakorlatilag minden egyes írásodban más streamereknek a nevét olvasom, csak légy szíves! Hát én értem, hogy csak hogy... Nincs annyi gándapem oldalra. Szóval ne legyen már minden egyes mondatban valami másik streamer neve már, légy szíves, itt a csatornám, mert ez így most így... Nem tudom, hogy érthető-e, mármint hogy ez így eléggé gáz. Szóval értem, nincs drop, oké. Fölfogtam. Tehát, hogy értem, hogy izén van németem, meg fran... Oké.
Értem, csak nem kell, már ez már a harmadik vagy a negyedik ember neve, akit beírsz, tehát így tök jó, csak nem illendő. Szerintem, vagy nem tudom, lehet, hogy csak én gondolom így. Én sem megyek más streamernek a streamjére beírkálni mindenkinek a nevét. Várom, hogy a három fiatal ember meginduljon. Pontosabban a kettő velem együtt, ugye? Orbitálisnak kerülésekben van a gyerek, másik bejött középen. Értem, és miért én vagyok a kibaszott, kiválasztott? Az jó, már lecsúszok. Hát ez halál. Azon nyomban bazd meg kifókuszálnak a faszba. Komolyan mondom, bazd meg hátul fogok ülni. Mint hogy a Super Conqueror csinált az egyik pályán. Megint.
Én már nem értem, mi van. Megvan izélve, bolondulva a cset is ma, úgy látszik. Pörög mindenki, mint golyafos a levegőbe. Előttem a gyerek, és nem lőtte. Hát gondolom tölt, mert mindig mindenki tölt ilyenkor. Ez is bazd meg, ott áll mellette, és nem megy előre. Nem segít be a srácnak, amelyik megindul a kránvágen. Ez is engem fog lőni. Természetes, hogy engem fog lőni. Bazd meg. Engem fókuszál természetesen, ki mást. Érted? És a csávó nem reagálja le, nem megy rá, nem áll elé, nem áll elém, vagy bárhova, akár elé, akár elém, tök mindegy, nem. Mi a reakció? Ez. Lemegy a faszba. Isten farmad. Oh, geci. Fú, basz meg. Egészségesen jó ez a játék így, agyrák gyakorlatilag ez a mód. Ez egy agyrák ez a mód. Az a baj, nekem ehhez nincs agyi kapacitásom ezt csinálni. Komolyan mondom. Ennyit nem ér egy tank se. Konkrétan. Pláne egy olyan tankkal, amivel nem is nagyon fogok játszani utána. Na most kijött a tank, vagy mi volt ez az óriási akadás az előbb, amitől nem mozdultak a dolgok? Fú, gyerekek. Szerintem én ezt nem fogom csinálni. Nekem nincs ez idegrendszerem. Komolyan mondom. Én játszani szeretnék, nem idegeskedni. Ezen a szaron. Egyszerűen lehetetlen kb. Haladni. Még a... Mit tudom én, még tényleg a izé ezüst rangba vagy valami feljutni, még azt mondom, hogy oké, de még egészen az van annyi... Így randomokkal.
tankot kellett volna hoznom, mindegy. Összítettek mindegy. Senki nem jön ki? Hát az akkor kurva jó lesz. Hasznos botok. Mit klikkelgetsz? Mit? Mit bazd meg? Ne klikkelgessél, mert fölköttük már, mint hogy nem mondom ki. Megharapom a bokát. Az még belefér, nem? Igazából én azt nem látom, hogy mit csinálnak a többiek. Azon kívül, hogy megdöglenek. És persze, lepattanak. Esek lefele. Konkrétan.
sharing itt van. Hogy nem tudom, elnyomjam azokra? Hát azok foglalnak csak úgy, hogy elnyomom. Nem akartam várni, mert most volt egy rezet. Mindegy, jó ez így. Menjünk rájuk. Csak innen félek, hogy bejönnek középre, és akkor ránk látnak. Ez kellemetlen tud lenni. És azonnal rám fordul. Látod? Nem az objektre, rám. Látod? Engem tart. Értem én, hogy én puháv vagyok és átüt. De most per pillén voltam full HP-m. Tehát, hogy így nem az objektet kellett volna fókuszálni. Értem én, hogy én mindent megértek, csak na mindegy. Érdekes dolgok ezek. Nem menekült. Csoda. Ugyanaz van, mint a randomba. Tehát, hogy itt nincs különbség. Most az, hogy figyeli. Tehát annyit figyel, hogy most nagyjából egyformák legyenek, de látjátok, volt olyan, hogy benne voltunk már a bronzba, és közben volt még kérdőjeles, meg ilyenek, szóval össze-vissza pakolgatja. Nagyjából nézi ezeket a szinteket, hogy hol tartasz, de összességében tök random. Ugyanaz, mint a random csaták. Tehát, hogy így játszhatatlan postaliga. Szóval hiába izé, hogyha olyan csapatokat kapsz, itt a jó játékos is be tud ragadni. Szimplán. Azért, mert olyanokat kap. Tehát alapból jó játékosok nem játszanak egyedül. Tehát azok mind csapatba mennek. Azért tudnak feljutni. Könnyedén, vagy könnyebben. Azért így egyedül próbálkozok, kurva nehéz. Azt szerintem az ezüst rankhoz föl kell jutni legalább, hogy kevesebb legyen az agyhalott. Szóval egy biztos, hogy az arany szintig meg a többi szintig is
könnyebb úgy eljutni, hogyha van csapat. Egy hétfős izéval csinálod, akiket ismersz és összeszokottak vagytok, akkor meg pláne. Vagy ugyanúgy jó játékosok és egy valaki irányítja a többit. Jól irányítja a többit és csinálják a többiek, amit kell, akkor easy. Szóval azoknak nagyon nagy előnyük van ilyen szempontból. Megint egy 430 úvázak, ami majdnem 500-at belém kúr, én meg nem tudom átütni. Alvázom. És ki fog rezetelni? Az, hogy add föl a pozíciót. Ez kurva jó. És ennyi, nem fedeznek. Nem jön senki, geci, tehát, hogy... Hasznos botok vagytok ti mind itt, én mondom. Hasznos botok vagytok, bazd meg, az összes heavy bazdnak, aki nem reagálja le, hogy jönni kéne, és ezek a Super Conqueror is tolat. Ahelyett, hogy már rég följöttek volna ide a dombra, amikor többen voltak itt. Ez a három hülye gyerek, aki itt nem igazán kapcsolt, hogy mit kéne csinálni. Csak simán föl kellett volna jönni ide. Ehelyett itt megálltak lent, nézték a semmit konkrétan, meg a TVP-t a távolba. Közben följött ide még egy egy E5, ugye? Igen, egy E5 volt. Simán az is oldalba kezdett lőni, és még arra se reagált egyik se. Ezek meg mire ott körbe mentek, meg följöttek középen innen, és bejöttek, az fél óra volt, ugye, és akkor nagyjából ennyi. Huszat lőtt a 60 TP-nk. Ő meg 200. Istenem, persze, hát csak kritikus.
A gyerek kiállt a foglalóról. Vicces lesz, az EBR innen fog jönni. Szerintem. De nem vicces. Mondjuk így még lehet, hogy jól jött ki a dolog, hogy kijött és őt lőtte a skill-lel. Szerintem most már csak hide-olni kéne. Hát ja, csak nincs annyi ideje. Bombát rádobni meg ilyenek. Ahhoz most lezetelnie kell. Kíváncsi, hogy megy valaki a izéért? Megy. Nem akarok most oda menni. TVP viszont nem csinál semmit ott, az problémásabb. Mindegy, most talán spotol. Nagyon jó lövés. De fölvette volna izét, a bombázást. Na jó. És elmész a búzsbánadba. Próbálok neki láncot lőni, de természetesen tudja javítani. Mi megi? Így. Akkor most fordulunk és megyünk, segítünk oda. Hát az gond. Ó,
zárba lőnek, Geci, vágod? Tehát, hogy... Hát tudod, meg hol van, egyből ellövöm, mert én vagyok a Super Conqueror. És én nem töltöttem be, érted? A Super Conqueror előbb betöltött, mint én. Kemény. GG. Na hát, ez fasza volt. Ez fasza kör volt. Itt most gyakorlatilag semmit nem találtam el. Meg semmit nem ütöttem át. GG. Na hát, igen. Milyen jó, hogy random dolgok történnek. Nos, 28 pont. Hát persze. Így is van. Na hát akkor gyakorlatilag majdnem átmentünk, most megint vissza. Persze. Így is van. Fú, hát szerintem ez nagyjából ennyi lesz. Én biztos vagyok benne, hogy holnap nem fogom erőltetni. Az biztos, hogy nem. Nincs ez a pénz, nem, egyszerűen nem éri meg. Komolyan mondom. Abszolút nem éri meg. Az a tank. Ezt az idegrohamot szó szerint. Legalábbis nekem nem ér ennyit. Ez biztos egy hét alatt nem lehet így fölvinni, ha csak nem egy olyan szériád van véletlenül, de kétlem. Nem fogom egy-két hétig én ezt csinálni minden nap. Az biztos vagyok benne. Vagy hogy követ kapok. Konkrétan. ATP meg idéz, és simán átköpi az izét. Átköpi a tornyot. Ő előtte a kupakot vágod? Nem tudom, a 60 TP-k is nálam olyanok, hogy semmit nem találnak el soha, de a másul benne, akkor meg mindent is ellő. Mindenféle probléma nélkül. Látod, most is nézzek. 938-at kúr belém. Előtte 866-ot, most 938-at kúr belém. És simán előttem megint a kupakomat. Úgyhogy már húztam vissza a tankot, és nem látszódott belőle semmi. Aha. Értem. Aha. Értem. Oké. Okay. Jó. Semmi gond. Értem. És mindenki ugyanott. Sőt, ráadásul még sebzésem van itt is. Az igen, bazd meg. Mindenki pontosan ugyanott lövi el a kupakot. Haver, elengedsz, vagy nem engedsz, vagy meddig táncolunk itt együtt? Esélytelen kb. Bezzeg a mi 60 TP-nk. Az remek díszmoly.
Az a baj, hogy már jönni fognak innen oldalról. Ezzel a kreditet lehetne farmolni, te akkor játszanál ezzel a móddal. Amúgy lehet benne farmolni a kreditet, csak én akkor se játszanék ezzel a móddal. A 100%-ra mondom. Mindenféle probléma nélkül elő. És most is el fog lőni. Nem fog tudni kijönni a tank, igaz? Persze nem fog tudni kijönni a tank. Hát ott lenyomtam a gombot, hogy ránéztem a kupakjára, ő meg így mindenféle célzás nélkül bazd meg előtt. Ugyanezt csinálta a kupakkammal, és ez a gyerek. Ez a gyerek nem csal, bazdag, akkor nincs. Nincs ez az Isten, hogy ez így bazd meg a 60 TP előjön. Folyamatosan, mert oké, hogy itt nem kell nagyon célozni, mert csak az oldalamat lövi, de azért a szög az elég vicces volt. És ráadásul úgy, hogy nem engem nézett, tehát az azt jelenti, hogy oda kellett rántania, és ahogy rám ment a célkereszt, egyből ellőtte magát, és nem lő mellé, gyenge pontot is ellő, úgy ellőtt a gyenge pontot, hogy már behúztam fedezékbe a tankot. És akkor ráadásul 800 valamennyit, meg 900 valamennyit sebzett rám folyamatosan. Én meg rácizok a kupakjára, lenyomom a gombot, de nem lövi el magát a tank már, mert ő rántásból kilő. Ezt kíváncsi lennék erre a gyerekre. Ugye ez ki volt. Mert ez feletté vicces volt, hogy nézte az egyik gyerek, és érted, felszpatolódtam, és ő azonnal. És ez is a 60 TP volt. Aha, értem. Azt a 60 TP-t azt meg kéne nézni, mert ez felettébb viccesen játszik. De ez a 60 TP ez ennyire pontos lenne, akkor mindenki ezzel játszana. Csak mindenki tudja nagyon jól, hogy a 60 TP az nem ilyen pontos. Sőt. Hát most basszom föl magam. Aha. Igen, 13 ezer csatával, így elő mindent a 60 TP, aha, hát persze, az arról híres a 60 TP. Na jó van. Nem lesz egy hosszú életű stream ez a mai, mármint volt szempontból. Szerintem ezt én nem is fogom erőltetni. Egyszerűen nincs azzal hangulatom, hogy fölkúrjam magam ezen a játékon. Amúgy se élvezem már a játékot, mármint a botot egyre kevésbé, nem fogom még jobban. Ezt még így erőltetni. Annyit nem ért tényleg a tank. Számomra legalábbis nem ért. És még azt mondaná az ember, hogy jó, de hát küzdeni kell érte meg, akkor nincs kitartás, meg nincs küzdelem, meg izé. Ez nem küzdelem. Ez egyáltalán nem küzdelem, ez ilyen... Nem tudom, ez olyan, mintha bemennél randomba, és randomba kéne megcsinálni ezt a... Vagy valami küldit, ami által kinyílik a izé, tehát hogy így...
ezt így grindolod, mint az őrült, akkor... akkor meg lehet csinálni. Gondolom én. De hogy így... van-e értelme? Egyébként szenvedni érte? Ezt nem tudom. Még ha élvezném is jelenleg a botot, meg így akarnám játszani, és is akkor se szenvednék. Akkor is inkább előbb randomozok, vagy gammárkozok, vagy bármi egyéb, mint ez. Nem tudom, engem nem... nem érdekel ez ennyire. Én rájöttem most, úgy érzem. Azonnal a nőnek. Akkor megyek átizélni, War Thunder-ezni. Játszok inkább egy normális játékkal, ami nem kúr föl. Úgyhogy köszi a botosoknak, akit a bot érdekel csak. Az aranyrankot meghagyjuk másnak, akinek van ehhez idegrendszere, mert nekem kurvára nincs, úgyhogy... ez a tank, ez nekem nem ér annyit, egy 10-es tank meg ráadásra, amivel nem is nagyon fogok játszani, mert utálok tier 10-be játszani, úgyhogy majd egyszer meg lesz, majd hogyha teljesen elmegy az eszem, akkor majd nyomom ész nélkül ezt a roham módot, mert ez egyszerűen undorító. Én nem fogok itt szenvedni vele. Ráadásul egy hétig vagy két hétig minden egyes nap nincs az az Isten, tehát hogy ez inkább akkor nekiállok a japán ágat majd húzni. Úgyhogy holnaptól valószínűleg az lesz, mert én ezt biztos nem fogom tovább nyomatni. Úgyhogy megyünk, váltunk izére, YouTube-osoknak hello, szia, és kezdődik mindjárt azon nyomban a VT streamot YouTube-on, jó? Úgyhogy jövök mindjárt.